Kedves kollégák, hát hogyha megengeditek, akkor saját magamat most nem konferálom föl, de velem folytatódik az előadások sora, mert úgy gondoltuk, hogy a hármunk tevékenysége valóban összefügg egymással, és én egy picit az iskola számítógép program előzményeire szeretnék utalni, és azokra a különböző szakkörökre, amelyek valóban már a 50-es, 60-as évek fordulójától előkészítették a számítógép oktatásnak a közoktatási szférában való megjelenését. Hát több előadásban emlegettük már Kovács Mihályt, de nem fogok róla most nagyon hosszan beszélni, mert több mint 10 évvel ezelőtt, ha jól számolok, akkor 11 évvel ezelőtt az ITF-nek volt egy neki dedikált konferenciája, tehát ott meg tudjátok hallgatni, vagy vissza tudjátok keresni az Informatika Történeti Fórumban azokat az előadásokat, amiket részben egyébként én, részben pedig különböző kutatók és az ő tanítványai tartottak róla. Hát valóban őt tekintjük az első magyar középiskolai informatika tanárnak, két hetenkénti gyakorisággal szervezett egy kibernetikai klubot, kibernetikai szakkört a Piarista gimnáziumban, és ennek egyébként német módszertani példája volt, egy német könyv alapján készítette el a saját tanítási módszertanát, ami utána nagyon szépen kisugárzott, és több más tanára volt nagy hatással, hogy hogyan lehet a kibernetika eredményeit megismertetni a kamaszokkal, a diákokkal. Túl közel állok, túl messze állok. Túl közel és torzít. Túl közel és torzít, értem. Az informatikai gondolkodás megjelenése meglehetősen korán érvényesül a pedagógiai szférában. Csecsemőnek minden vicc új, számomra meglepő volt, hogy a tanítógépeknek, oktatógépeknek mekkora kultúrája volt már az 1960-as években. Hát a Lajos számára ez nem olyan meglepő, mert ő kiváló kutatást publikált erről. Ennek a témának volt egy saját folyóirata, igen hosszan megjelent a 60-as, 70-es, de talán még a 80-as években is a Audiovizuális Közlemények címmel. És ez azért árulkodik róla, hogy itt a kitekintés egyébként nem csak a számítástechnika, hanem a különböző, ma úgy mondanánk, hogy multimédia vagy videotechnika területén eléggé széles nemzetközi tájékozódásra enged következtetni. Tehát az akkori pedagógiai szakirodalom figyelte, hogy mi van Franciaországban, figyelte, hogy mi van az NSZK-ban, figyelte, hogy mi van nyilván a Szovjetunióban, de figyelte azt is, hogy mi van az Egyesült Államokban, és az ezzel kapcsolatos tudások bizony megjelentek a magyarországi középiskolákban is. Megint csak egy korai és megint csak piarista példa egyébként a Terényi Lajos tanár úr, akinek az életrajza olvasható a Neumann Társaság informatika történeti adattárában. Ő a 60-as évek közepén készített saját tervezésű tanítógépet, erről egy MTI fotó is tanúskodik, majd utána a Kovács Mihállyal közösen ebből lett egy gyártott, vagy hát kisebb példányban készített termék didaktomat néven. Még mindig az ő szakmai műhelyük terméke a 60-as évek második felében a Mikromat nevű kibernetikai építőkészlet, amelyhez megjelent egy Gyakorlati út a kibernetikához című nagyon-nagyon jól használható tankönyvszerű bevezetés, és ezt nagyon sok iskola, nagyon sok szakkör, illetve magánszemélyek is megvásárolták, 400 forintba került ez a kibernetikai építőkészlet, és amennyire utána kutattam, a 70-es évek közepéig, végéig használatban volt az oktatásban. Hát akkor nyilván egy jelfogós, relés számítógép modell az már, hát finoman szólva sem volt korszerű, de ennek ellenére még olyan 79 tájékán is fölbukkan a szakirodalomban és a publicisztikákban, hogy a számítástechnika alapismereteit, vagy a logikai kapukat, vagy a bináris összeadást ezzel a
eredetileg a Kovács Mihály tanítványa Vojnárovics Ferenc által készített építőkészlettel ismertetik meg a különböző szakkörökben. Ez egy icipici önfényezés és egy kis Neumann társaság fényezés, hogy felfedeztük ennek a kibernetikai építőkészletnek a jelentőségét, és rábeszéltünk egy mérnököt, Vitt Gábort, hogy építse meg ennek az építőkészletnek a replikáját. Ezt a replikát most múzeumpedagógiai eszközként használjuk az informatika történet oktatásban, a Szegedi Informatika Történeti kiállításon. Ha jönnek diákcsoportok, akkor ugyanazokat az egyszerű bináris összefüggéseket, azokat megismerhetik a számítógép modell replikájának a segítségével. A maszkos fotón egyébként a eredeti tervező Vojnárovics Ferenc látható a replikának a készítőjével, Vitt Gáborral. Picit szakadjunk el a budapesti iskolától és a Piarista gimnáziumnak a kisugárzásától. Miska bácsitól lényegében függetlenül elindult egy kibernetikai szakkör, nagyon-nagyon kevéssel később, az 50-es, 60-as évek fordulóján. Hát az itt bemutatott fénykép az 1962-ből való, de ennél már egy-két évvel korábban is megindult a kisújszállási Móricz iskolának a kibernetikai szakköre. Mostanában onnan hallhattatok erről az iskoláról, hogy a Karikó Katalin Nobel-díjasunk ide járt. Hát ez is bizonyítja egy-egy iskolának, meg egy-egy tanári műhelynek a kisugárzását. Ugye a Neumann János kapcsán a Rácz tanár urat szoktuk emlegetni, Karikó Katalin kapcsán is lehet a kisújszállási iskolát említeni. Az minden esetre tény, hogy elsősorban Varga Tamásnak a matematikai logikára alapozott írásai alapján a Vince Sándor tanáróra 50-es, 60-as évek fordulóján mindenkitől függetlenül egy körülbelül 10 000-es lélekszámú magyar kisvárosi középiskolában elkezd informatikát tanítani. Hát nyilván még nem így hívja, hanem kibernetikának hívja, de elkezd ezzel a témával foglalkozni. És erről olyan lapokban, mint a Matematika tanítása, meg is jelennek kiváló kortárs bemutatók, cikkek. És hát a kép az azt is bizonyítja, hogy akkor a kibernetika tanítás az alapvetően valami hardverépítést jelentett. Tehát nagyon fontos dolog a matematika, a matematikai alapok átadása. Mind a Miska bácsinál, mind a Vince Sándornál vannak bevezető órák, amik a algebrával, matematikai logikával foglalkoznak, de utána a gyerekek akkor élénkülnek föl, amikor barkácsolni lehet. És a különböző ezermesterboltokból, meg akár háborúviselt mindenféle raktárkészletekből, beszerzett alapegységekből, akár egy kiszuperált rádiónak a dobozába elkezdenek amőbázógépet, különböző kártyázógépet és egyéb logikai automatákat vagy matematikai automatákat építeni. Ez jelenti az igazi sikerélményt, és ez utána a pályaorientációban is megmutatkozik, mert nem evidencia az, hogy matematikus lesz belőlük, lehet az is, lehet programozó is belőlük, de ugyanígy lehet fizikus belőlük, villamosmérnök belőlük, tehát ezekre a pályákra is orientáltak ezek a kibernetikai szakkörök. A központi kibernetikai szakkör 1961-ben indult el a József Attila gimnáziumban Müller Antal fizika tanár vezetésével. Ennek a szakkörnek az érdekessége az volt, hogy most egy picit sarkítok, de ez a magyar állam válasza volt a akkor inkább csak megtűrt egyházi iskolának a kezdeményezésére, mert itt 14 budapesti gimnázium diákjaiból egy központi szakkört indítottak el, amelyben benne volt az akkori kulturális vagy művelődésügyi minisztériumnak a
középiskolai osztálya, benne volt a fővárosi tanács, benne volt a műegyetem, benne voltak olyan nagy cégek, mint a Magyar Posta például, és benne volt a Magyar Tudományos Akadémiának a kibernetikai kutatócsoportja, vagy az abból alakult intézet olyan kiválóságok vezetésével, mint a Szent Iványi Tibor és a Drasnyi József, akik kiszálltak az MTA-ból a József Attila gimnáziumba, és ott tartottak órát a diákoknak. A Drasnyi József különösen jeleskedett abban, hogy különböző automatákat építsen ezekkel a diákokkal. Hát a Piarista gimnáziumhoz képest az is egy innováció, hogy ez koedukált volt ez a szakkör. Ezen lányok is részt vettek. A Miska bácsinál ez nem volt evidencia, mert az egy fiú iskola volt, de később egyébként a szombati klubfoglalkozásokat ő is kinyitotta a hugok számára és a barátnők számára. Hát ez nem volt ennyire nyíltan kimondva, de ott is tartottak ilyen nyílt napokat, meg fizikatanári ankétokon, különböző kiállításokon nyilván szélesebb körnek bemutatták a kibernetikai játékokat, de a központi kibernetikai klubban ez már eleve egy adottság volt, ez a koedukált jelleg. Kibernetikai játékokról beszélek, hát ennek két okból van jelentősége. Az egyik abból, mert a játék az a kapudrog, vagy az a belépő lehetőség, ami minden gyerek számára izgalmassá teszi a tudományt. Nincs ez másként ma sem, amikor algoritmikus gondolkodáshoz csinálunk nekik kedvet, vagy a robotikához csinálunk különböző játékos feladatokkal kedvet. Ennek az előzményei ezek a kibernetikai játékok. Másrészt pedig egy akkori középiskolának számítógépet beszerezni az gyakorlatilag egy impossible mission volt. Erre esetleg az volt lehetséges, amit a Miska bácsi csinált 59 tavaszán, hogy megkérte az MTA-t, és elmehettek egy kvázi egy osztálykirándulás jelleggel megnézni az első magyar számítógépet. Jó pár ilyen korai kibernetikai szakkörre találtam még példát. Néhányan, például a Dömölki Bálint talán ismerheti a képen látható fekete színű Siemens Telex gépadót, ez az M3 számítógéphez tartozik. Drasnyi József tudományos munkatárs ül előtte, és itt egy halma játékot mutat be, azt hiszem, hogy az ötvös gimnázium tanulói számára. Tehát néhány jelentősebb iskola elindít kibernetikai szakköröket. Egyébként a Kunfalvi Rezsőnek a köznevelésben megjelent cikke szerint már a központi kibernetikai szakkörnek is a Kovács Mihálynak a Gyakorlati bevezetés a kibernetikába című könyve volt a módszertani útmutatója, és nagyon úgy tűnik, hogy ezeknek a későbbi, de korai szakköröknek is ez a bevezetés volt a útmutatója, hogy hogyan kell egy ilyen szakkört, ilyen picit az egyetemi szemináriumokhoz hasonló légkörrel megszervezni. Hát ez egy különlegesség, amit a mai napra időzítettünk. A Piarista Múzeum a mai nap tett közzé a Facebookon, erre is lehet a Facebookot használni, egy virtuális kiállítást az Öveges professzorról, és a Borbás Péter múzeológus néhány dokumentumot nekem adott. Erre azt mondta, hogy ezt még nem rakja ki a Facebookra, hogy itt lehessen először bemutatni. Hát a Kovács Mihály szoros összefüggésben volt az Öveges József professzorral, aki a szó legjobb értelmében volt tévétudós, és a fizika tudományának a nagy népszerűsítője. Ő egyben lehetőséget adott arra is, hogy kibernetikai játékokat is be lehessen mutatni az ő segítségével, és ő zsűri elnökként vagy zsűrizőként részt vett politechnikai játékpályázatokban is, úgyhogy az a dokumentum, amit itt bemutatok, az egy 1964-es politechnikai játékpályázat, amit a Öveges professzor úr derekasan lezsűrizett, adott pontszámot a
különböző játékokra. Ezek nem csak kibernetikai játékok, vannak rádióamatőr játékok, elektrotechnikai, fizikai játékok, de jó pár kibernetikai játék van közöttük, és nem mindegyik a piarista gimnáziumból, mert némelyiket megismerünk. Tehát az, hogy a 8-as kombinett az a Kovács Mihály tanítványainak a játéka, ezt már tudtuk eddig is. De mi lehet az a plusz 13? Senki nem tudja. És most ezt földobom, hogy segítsetek ki kutatni. 64-ben járunk, azt írja, hogy ez egy patentos megoldású univerzális számológép, a nagy univerzális digitális számológépek kicsinyített mása. Megjegyzendő, hogy bonyolultabb számítások végzésére természetesen nem alkalmas, mivel memória kapacitása kisméretétől függő, többek között megoldható vele olyan logikai feladat is, mint az ismert kecske, káposzta és farkas játék. Na ezt a logikai feladványt, a farkas, kecske, káposzta és a gazdát, ezt mi is bemutatjuk a Szegedi Múzeumban a Mikromat replikán. Tudtuk, hogy ezt a Mikromaton megcsinálták, tudtuk, hogy a Mikromatot 67 óta gyártották, 66-ban készült a prototípus. Még azt is hallottuk, hogy egy Minivac 601 nevű amerikai építőkészlet volt ennek az egyik előképe, de akkor könyörgöm, mi az a plusz 13 és ki csinálta? Mert nagyon úgy tűnik, hogy ez az egyik előzménye lehet a Mikromatnak. A szakköri mozgalom igazán a 60-as, 70-es évek fordulóján robbant be. Hát nem véletlen a Központi Statisztikai Hivatalnak a összesítéseiből azért látszik, hogy mind a számítógépek darabszáma, mind a felsőoktatásban való használata ekkor érett be annyira, hogy megfelelő mennyiségű szakember megjelent már a számítástechnika tudományában. Ez jó, hogy mondom, mert egyébként már a 61-es központi kibernetikai klubnak is az volt az egyik ihlető forrása, és a minisztérium részéről ez volt az egyik ösztönző, hogy a káder utánpótlás segítse. Tehát ma úgy mondanánk, hogy a pályaorientációt segítse. Ez a 60-as évek vége felé már valódi igényé, gazdaságilag vagy népgazdaságilag is kifejezhető igényé változott. Hát ebből a korszakból főleg a ELTE média és oktatás informatika tanszékének a gyűjtéseit használtam föl, többek között a Gulyás László is készített ilyen háttérinterjúkat, amik most a tanszéknek a különböző forrásaiban megtalálhatóak, ezeket Zsakó László tanár úr bocsátotta a rendelkezésemre. Nagyon nagy hatósugarú szakkört vezetett például Garádi János tanár úr a Berzsenyi Dániel gimnáziumban. Nekem álmatlan éjszakáim voltak, mert ő beregisztrált erre a konferenciára, és hogy tudom, hogy ő egy nagyon kritikus szellem, meg nagy verseny alapító volt, na azt hittem, hogy majd szét fogja szedni az előadásomat, sajnos nem jött el személyesen, de ő egy mind a mai napig nagyon aktív, kiváló tanárember. Ekkor indította el a szakkörét, de ugyanekkor indította el a Dusza Árpád a Földes Ferenc gimnáziumban, akinek ma már verseny viseli a nevét, és az, hogy ők ilyen nagy hatás lehetőségű szakköröket tudtak elindítani, az azért volt, mert már gépidőt kaptak. Vagy gépidőt kaptak, vagy akár egyes extrém esetekben számítógépeket tudtak szerezni az iskolába. Ez Miskolcon például megvalósult, ott egy TPA tárolt programú analizátor KFK-i géphez hozzá tudtak jutni. De hát sokkal jellemzőbb volt az, hogy olyan nagy intézmények, mint az SKI Hardware Rendszertani Laboratóriuma adta a gépidőt olyan iskoláknak, mint az ELTE Apácai, ahova később a Szabó Máté meg én is jártunk, és ahol olyan kiváló tanár tanított korábban, mint a Hak Frigyes, vagy mint például az Ötvös gimnázium. A számítógép lassanként megjelent a tanórán is. Alapvetően a matematika tagozatos tantervekbe épült be, és hát ezt ha belegondolunk, akkor teljesen logikus, hogy alapvetően a matematikusokat terelték a programozó matematika irányában.
Az egyik legkorábbi példa az Ada Winter Péter tanár úr a Fazekas Mihály gyakorló gimnáziumban. Egyrészt ő is szerez gépidőt, és meglátogatják az Urál 2-t. Kalmár Laci bácsinak teljesen igaza volt a szabadtéri IT múzeum kapcsán. Hát ez már nem volt egy túl korszerű számítógép, de még használatban volt, és megnézték a diákok, illetve lehet, hogy a Kovács Mihály nyomdokában, lehet, hogy tőle függetlenül, de az Ada Winter Péter is épített relés számítógép modellt bizonyos matematikai elvek bemutatására. Tehát az egyik irányzata matematika tagozatos tantervbe való beépülés, és a 70-es évek elejétől erre tankönyvek is születnek. A másik szféra pedig a középiskolai, szakközépiskolai oktatásé, ahol a 70-es években indul el a középfokú képzés olyan iskolákban, mint a Hámán Kató Budapesten, az Alpári Gyula szakközépiskola Egerben, a Csányi László közgazdasági szakközépiskola Zalaegerszegben. Ezekben nyilván a számítástechnikának egy nagyon alkalmazott, nagyon a területre specifikált változata jelenik meg. Amit pedig képként hoztam a 70-es évek elejéről, ez a KFK-nak a Computer Labor nevű készlete. Ez utal arra, hogy szintén az utánpótlás nevelés igényével az olyan nagy intézetek, mint a KFK-i is egyrészt elkezdik kiszolgálni az oktatási igényeket, másrészt pedig saját maguk is indítanak különböző tanfolyamokat, nyári táborokat. Megindul a tanárok képzése is a 70-es években, erre megint csak példának hozhatnám föl a matematika tagozatosok számára megjelenő tankönyveket. Nagyon korai és nagyon nagy hatású példa a szerencsére máig kiváló egészségnek örvendő Obádovics Gyula tanár úr Miskolcon, aki a Lenin kohászati műveknek és a Miskolci Műszaki Egyetemnek köszönhetően tart kimondottan tanároknak tanfolyamokat. Az ELTE-n azt hiszem, hogy úttörő módon a Hakfrigyes tanár úr tartott levelező továbbképzés számítástechnikából, és a 72-73-as tanévben Budapesten, Szegeden, Debrecenben is megindul a főiskolai szintű programozó matematikus szak. Hát most egy picit azért árulkodik a diám arról, hogy én se feledkeztem meg az ABC 80 számítógépről, meg arról, hogy nem 40 éve, hanem 40 plusz éve indult ez az iskola számítógép program. Nagyon köszönöm a Sima Dezső professzor úrnak, hogy ennek a kandós, vagy most úgy mondjuk, hogy OS, Óbudai Egyetemi gyökereit Tik Jóskával karöltve fölvillantotta előttünk. Azért ennek volt egy eltés lába is, ennek a ABC 80 bevezetésnek, amihez tartozott egy intenzív informatikai továbbképzés, tanártovábbképzés és a ABC 80 számítógéphez egy szerintem máig nagyon olvasmányos és kiváló füzetsorozat is megjelent a tanárok számára oktatásról és kettcsinálásról. Hát lehet, hogy egy kicsit átléptem a saját időmet, mert minden szentnek maga felé hajlik a keze, talán van valami ilyen mondás, úgyhogy búcsúzóul engedjétek meg, hogy néhány tervemet elmondjam. Nyertünk egy NKA pályázatot, a Informatika Történeti Múzeum Alapítvány, úgyhogy jövő márciustól Túrkevén egy egyébként kisújszállás szomszédságában lévő kis múzeumban, majd pedig Budapesten, kapaszkodjatok meg a Neumann Társaság Báthori utcai irodájában, illetve annak éppen felújítás alatt lévő pincéjében fogunk egy interaktív kiállítást bemutatni az iskola számítógép programról. Ezen replikákat is bemutatunk majd elsősorban a HomeLab számítógépekhez kapcsolódóan, hogy ki is lehessen próbálni a oktató programokat. Csak egy extrém példát említek, egy lelkes ember most készített Force nyelvjárást HomeLab 2-höz. Hát jobb későn, mint soha, 2023-ban ez is elkészült. Ezeket az érdekességeket fogjuk bemutatni, és a
Dezsőnek és a Mártinok nagyon hálás vagyok, mert nekem már nagyon tablókat nem kell ugye készítenem, megvan a PPT-tek, meg nyilván QR kóddal ezeket az előadásokat is elérhetővé fogjuk tenni a kiállításon. A másik fejlemény pedig az, hogy a Simonyi Endre által alapított HCC szakosztálynak az újjáalakításán is dolgozunk. Ugye ő volt az az első ember, aki a Pomezsánszky Györgynek a Felkínálom című műsorába beírta, hogy kell a számítógépek világába is egy Trabant. Tehát kezdjünk el mikroszámítógépeket a társadalom számára elérhetővé tenni. Mi ezt annyira jó gondolatnak tartjuk, és úgy látjuk, hogy ma már történeti értékű mikroszámítógépek körül még mindig egy annyira pezsgő társaság működik, és tényleg nagyon sokan játékokat fejlesztenek, hardvereket fejlesztenek ezekhez a gépekhez, hogy ezt lehetne becsatornázni az oktatásba, és talán nem csak az informatika történetbe, hanem akár ma releváns dolgokat is meg lehet ilyen érdekes platformok segítségével mutatni. Úgyhogy aki NIST tag, az december 8-án jöjjön el, mert lehet újjáalapító tagja a HCC szakosztálynak. Köszönöm szépen a figyelmet!